Kerítsek sort. Kedves kollégáim ilyenkor mindig izgalommal várják, hogy az általuk világvége diáknak tekintett szlájdok bekerülnek-e az előadásba. Szeretném megnyugtatni őket, hogy természetesen bekerültek, de nem egészen abban az értelemben, ahogy azt általánosságban gondoljuk, hiszen itt nem a világ végéről van szó, és nem a földi létformák felszámolódásáról van szó, mindösszességében arról, hogy az általunk ismert emberi civilizáció jelenlegi formája változtatás nélkül nehezen lesz fenntartható. Azért is tettem be ezt a diát, mert a múlt heti budapesti vízvilágkonferencián is elhangzott, hogy a földünk megtelt, a tányérok pedig üresek. Nagyon impresszív ez a dia, hiszen bemutatja azt, hogy az utolsó 300 esztendőben, az 1700-as évek elejétől kezdve milyen mértékben növekedett az emberi populáció, az egy időben a Földön élő emberek létszáma. Olyan ez, mint egy kard, egy kétélű kard, ami az égig ér, amely kardot lehet használni kenyérszelésre is, és lehet használni a földi erőforrások kisajátítására is. Ez tulajdonképpen az emberiség tudatosságától, gondolkodás módjától függ, hogy mire használjuk. Én azt mondom, hogy lehet ez az igazság kardja is, amely lehetőséget biztosít arra, megértsük, hogy létrehozni mindenképpen jobb, mint elpusztítani. Az erőforrás populációkról beszélhetünk ebben az utolsó 300 esztendőben, hogyha energetikai energia erőforrás oldaláról közelítjük meg, akkor láthatjuk, hogy az 1700-as évek elejéig alapvetően biomassa populáció élt a Földön. Tehát a mindennapi megélhetésünkhöz, energia igényeink kielégítéséhez szükséges erőforrások, azok biomassa alapon kerültek előállításra, megteremtésre. Az 1700-as évek közepén a szén megjelenésével az emberi izomerő jelentős mértékben kiválthatóvá vált, a létkörülmények, életkörülmények is javultak. Ennek következtében a Földön élő emberi populáció létszáma is erőteljes gyarapodásnak indult. Majd azt követően jött a kőolaj populáció a 19. század vége felé, és a 20. század közepén pedig megjelent a földgáz populáció, amely azt mutatja mindannyiunk számára, hogy a mi általunk fölépített földi civilizáció, a jelenlegi ismert gazdasági társadalmi rendszer, az erőforrás igényes rendszer, és hogyha ezek az erőforrások nem állnak rendelkezésre, akkor ez a létforma nem tartható fenn. Itt nem csak arról van szó, hogy ezek a természeti földi erőforrások úgy globálisan elegendőek-e ahhoz, hogy 7 milliárd, 8 vagy 9 milliárd embernek egyidejű igényét ki lehessen elégíteni, hanem az igazságosságról is szó van, hogy a földi világ különböző részein, különböző térségekben, kontinensekben, gazdasági térségekben ezek az erőforrások valóban hozzáférhetőek-e vagy sem, és milyen feltételekkel. A helyi közösségek rendelkeznek e földi erőforrások felett, a termőföld, az ivóvíz vagy az ásványkincsek felett. A nemzeti közösségnek van-e érdemben beleszólása és a szabályozási környezet alakításába tevőleges részvételi lehetősége, vagy pedig helyi közösségek és nemzetek feletti gazdasági társaságok, szövetségek, érdekek határozzák-e meg az erőforrásokhoz való hozzáférést. És ki kell mondanunk azt, hogy alapvetően megbomlott az az egyensúly, a természeti erőforrásokhoz történő helyi közösségek és nemzetállamok részéről korlátozott hozzáférés miatt, ami az elmúlt 150-200 esztendő világképét kialakította bennünk. A pénzügyi és a gazdasági problémák, amelyekkel találkozunk, valójában csak tünetek. Egyrészt a természeti erőforrások túlfogyasztásával állunk szemben, másrészt pedig a társadalmi erőforrások
túlfogyasztásával, és amikor alkalmazkodásról beszélünk, akár természeti folyamatok változása, vagy geopolitikai változások következtében előálló változásokhoz történő alkalmazkodásról és alkalmazkodó képességről, akkor világosan kell látnunk azt, hogy a társadalmi humán erőforrások állapota kulcskérdés a sikeres alkalmazkodás területén. Tehát nem csak a természeti erőforrásokról, hanem a társadalmi erőforrások túlfogyasztásáról is beszélnünk kell. Ugyanis a gazdasági növekedés kényszere nem teszi lehetővé sem a természeti, sem pedig a humán erőforrások szükséges és elégséges mértékű megújítását. Gondoljunk itt az oktatáshoz való hozzáférési lehetőségekre, az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségére, és ezt lehetne sorolni hosszasan. Ezek a változások, amelyekkel mi találkozunk alapvetően, ahogy említettem, nem a földi életet veszélyeztetik, hanem annak csak egy kis részét, az általunk ismert emberi civilizációs rendszert. Ahhoz, hogy tudjunk alkalmazkodni sikeresen, fel kell ismernünk az egymásba foglalt rendszerek természetét, a gazdaság az a társadalom a rendszere, tehát tulajdonképpen a valós emberi igények kielégítésére jöttek létre a gazdasági tevékenységek, és nem a profit előállítására és megtermelésére. Tehát a gazdasági rendszer az a társadalomnak az alrendszere, a társadalom az pedig belesimul a természet adta keretekbe, és azon túl nem terjeszkedhet. Tehát nem környezetvédelmi intézkedésekről van itt szó, hanem egy teljes társadalmi gazdasági megújulás szükségességéről. A fenntartható társadalom kialakulása pedig alapvetően nem gazdasági, hanem kulturális kérdés. Elkerülhetetlen az értékváltás. A fenntarthatóság az nem építhető a természeti erőforrások korlátlan felhasználására, a társadalmi erőforrás megújító intézményrendszer leépítésére, tehát az oktatásból, egészségügyből korlátlan mértékben nem lehet erőforrásokat kivonni, illetve nem lehet egy ország, vagy akár a világ eladósodására alapozni a fenntarthatóságot. Legfőbb cél tehát a társadalom és a gazdaság olyan átalakítása, ami figyelembe veszi az ökológiai korlátokat, hogy egy zárt rendszert fizikailag is, egy zárt rendszert alkotunk. A belátáshoz viszont tájékozódásra és összefüggésekben való gondolkodásra van szükség. Tehát rendszer szemléletre van szükség, nem emelhetünk ki egy-egy ágazatot, nem emelhetünk ki egy-egy geopolitikai övezetet, nem emelhetünk ki egy-egy társadalmi réteget a vizsgálódásnak a köréből, ezeket egyszerre kell egy rendszerben áttekintenünk. A mi szempontunkból különösen érdekes az éghajlati sérülékenység területi különbségeivel kapcsolatos gondolkodásmód. Látni kell azt, hogy Magyarországon különböző természetű, eltérő okokra visszavezethető területi egyenlőtlenségek vannak. Van egy hagyományos nyugat-keleti tengely, amely a megélhetési, jövedelemszerzési lehetőségek szempontjából egy nagyon erőteljes lejtés. A városok és vidékek, város és vidékük közötti kapcsolatok megbomlása is elsősorban a vidéken élők számára hoztak rövid-középtávon hátrányos helyzetet. Ez természetesen változhat az elkövetkezendő évtizedekben. Az éghajlatváltozás során bekövetkező hatásokra ezek az eltérő különbségek mélyülhetnek, hiszen más-más módon és más-más mértékben sérülékenyek a különböző térségek és az adott tájakat megülő helyi populációk, a helyi társadalmak. Sérülékenység mértékét egyrészt az éghajlati paraméterek, a természeti környezet jellemzői, valamint a társadalmi gazdasági mutatók összessége határozza meg. Tehát nagyon fontos a jövőbeni NATÉR programunk, fejlesztésünk szempontjából is, hogy ezt a hármasságot magunk előtt lássuk, hogy a külső éghajlati paraméterek, amelyekre nem vagyunk közvetlen hatással, legalábbis lokálisan vagy regionálisan nem,
a természeti környezet jellemzőivel és a társadalom gazdasági és humán mutatóival együtt alakítják azt a keretrendszert, amelyből kiolvasható, hogy milyen mértékben vagyunk mi veszélyeztetettek, sérülékenyek, és az alkalmazkodó képességünk ezen problémák kezelésére mennyire tesz bennünket alkalmassá. Mindezek a kérdések nemzetbiztonsági szempontok alapján is behatárolhatók, ezért összkormányzati szinten koordinált stratégiára és ágazati politikába integrált cselekvési tervekre van szükség. Nem véletlen, hogy a most készülő nemzeti éghajlatváltozási stratégia az egy nagy családba tartozik, a nemzeti energiastratégia, a nemzeti vidékstratégia és a tavasszal elfogadott nemzeti fenntartható fejlődés keretstratégia nagy családjába. Ezek egy szemlélet, egy keretrendszer gondolatiság alapján kerültek kialakításra. És itt elsődleges nemzetbiztonsági szempontokként kell kiemelnünk a demográfiai helyzetünk stabilizálását, fejlesztését, élelmiszer önrendelkezés biztosítását, energiafüggőségünk csökkentését, a vízkormányzási, hidrológiai fejlesztések megvalósítását, katasztrófavédelem felkészítését és megerősítését, kockázatelemzést a kritikus infrastruktúra típusokra, továbbá a lakosság és a gazdasági szereplők környezeti tudatosságának növelését. A Nemzeti Alkalmazkodási Központ 2012. áprilisában kormányzati döntés alapján jött létre, szakpolitikai felügyeletünket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakállamtitkársága látja el, más minisztériumokkal és háttérintézményekkel is együtt dolgozunk, és külön köszöntöm a társintézmények képviselőit, akikkel a NATÉR projekt keretében is együtt fogunk dolgozni. A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet önálló szervezeti egysége vagyunk, ahogy igazgató úr is említette. Az MFGI fő feladata pedig a földtani és természeti erőforrásokkal kapcsolatos alap- és alkalmazott kutatások elvégzése, téradatbázisoknak a felépítése. Tehát amikor megszületett a Nemzeti Alkalmazkodási Központ létrehozásának a gondolata, akkor nem véletlenül a Földtani és Geofizikai Intézet került kiválasztásra, hiszen a legteljesebb adatbázisok itt találhatók, és ennek figyelembevételével lehet fölépíteni azt a metaadatbázist, amelyet mi NATÉR-nek nevezünk. A NAK tudományos és kommunikációs feladatokat lát el, kutatásaink a klímaváltozásra, erőforrás szűkösségre, az azokat kiváltó folyamatokra és hatásokra, az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentésére, a klímaváltozás hazai hatásaihoz való alkalmazkodásra irányulnak. És célja, hogy ezt a létrejött tudást megismertesse, alkalmazásának fontosságát, létjogosultságát a döntéshozókban és természetesen a közvéleményben is megerősítse. Látható, hogy a célok és feladatok szerteágazóak, mi azt valljuk, hogy nyílt tervezés keretében kell ezekkel a fontos társadalmi-gazdasági kérdésekkel foglalkozni, az alkalmazkodás segítő, hosszú távon működőképes társadalmi és gazdasági megoldások támogatása elengedhetetlen, ehhez szükséges stratégiák, cselekvési tervek kidolgozását hálózatban más háttérintézményekkel, szakpolitikai műhelyekkel együttműködésben lehet csak teljesíteni. Tehát egy párbeszéd csomóponti tevékenységet is szeretnénk betölteni. Stratégiai tervezések közül szeretném kiemelni a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszert, amiért ma összegyűltünk. Emellett a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia felülvizsgálatát és elkészítését, az új NÉS elkészítését, amelyen mintegy másfél esztendeje dolgozunk. Ennek részét képezi a hazai dekarbonizációs kiterv, amelyet az ágazati munkacsoportok bevonásával együtt dolgoztunk ki az elmúlt egy esztendő során, és a brit nagykövetség közreműködésével tudtuk adaptálni magyar viszonyokra a brit energia és klímaügyi minisztérium által fejlesztett klímakalkulátort, és ott végeztük el a szükséges matematikai modellezést annak érdekében, hogy minél megalapozottabb tehermegosztásra tudjunk fölkészülni a dekarbonizációs munkamegosztásban.
Nagyon fontos a nemzeti alkalmazkodási stratégia munka része az új NÉS-nek, valamint a szemléletformálási terv is. És fontos az a klímadialógus, amit ugyancsak említett igazgató úr, amely egy internetes véleménycsere platform a hazai tudomány, klímatudomány művelői részére. Éppen a holnapi napon fogjuk a klímadialógus platformmal délelőtt megvitatni az elkészült nemzeti éghajlatváltozási stratégiát. Miért van szükség a NÉS megújítására? Azt is le kell szögeznünk, hogy a 2008-ban az országgyűlés által elfogadott első éghajlatváltozási stratégia nagyon erős szakmai megalapozottsággal készült el, mögötte állt a Magyar Tudományos Akadémia, mindenki lelkesen felkészülten vett a kidolgozásban részt. Viszont kellő mértékben nem vette figyelembe azt, hogy az éghajlatváltozás hatásai a térben differenciáltan jelentkeznek, és a társadalmi-gazdasági rendszerek területi különbségeiből fakadóan az egyes térségek alkalmazkodó képessége is eltérő. Tehát a helyi tervezés, akár projekttervezés, vagy a stratégiák, helyi cselekvési tervek kialakításánál ezek az információk elengedhetetlenek. Felépítése jelentős kettőséget mutatott, elsősorban a kibocsátás csökkentésre, a mitigációra koncentrált, és az alkalmazkodással kapcsolatos kérdések háttérbe szorultak. Erre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. És ami ugye minden egyes stratégia, cselekvési terv szempontjában nagyon kényes kérdés, hogy milyen mértékben tudja az abban megfogalmazottakat integrálni a hazai vagy az Európai Uniós költségvetési időszak programjaiba. És azt kell megállapítanunk, hogy nem teljes mértékűen, vagy nem optimális mértékben, és a különböző fejlesztések megvalósulása sem volt nyomon követhető megfelelően. Tehát a monitoring rendszer sem épült ki a stratégia végrehajtásának nyomon követésére, ellenőrzésre, a javító mechanizmusok beépíthetősége érdekében. Stratégia kerete közül két szempontot szeretnék kiemelni. Ágazati tervezés segítő, önálló célrendszert, konkrét cselekvési irányokat kitűző, de az ágazati fejlesztési törekvéseket felül nem író tervdokumentumról van szó. Tehát nem kívánjuk fölülírni az ágazati stratégiákat és cselekvési terveket a NÉS-sel. Ugyanakkor, amikor elérkeznek az ágazati stratégiák felülvizsgálatának az időszakai, akkor elvárás, hogy beépítésre kerüljenek be a stratégiákba azok a cselekvési irányok, amelyek megfogalmazódnak az új éghajlatvédelmi stratégiában. A nemzetközi, a másik, a nemzetközi klímapolitika, a hazai zöld gazdaságfejlesztés és az országos és lokális alkalmazkodás átfogó keretrendszere kell, hogy legyen, amely az éghajlatvédelem céljait és cselekvési irányait tükrözi ágazati és területi dimenziókban, valamint a szakpolitikai tervezés és gazdasági tervezés számára is segítséget tud nyújtani. Ahogy említette, azt államtitkár úr is a videó üzenetében, 2012. decemberében módosításra került az éghajlatvédelmi törvény, új tartalmi előírások kerültek megfogalmazásra, így az új stratégiának sérülékenységi elemzéseket is tartalmaznia kell, itt jön be a NATÉR szerepe fajsúlyosan, a dekarbonizációs úti tervet, az alkalmazkodási stratégiát és a szemléletformálási tervet. Hogy mennyire összetett feladatról van szó, mutatja ez a diakép. Az éghajlatváltozásnak a hatásait és az alkalmazkodással kapcsolatos lehetséges cselekvési irányokat a sérülékenységi vizsgálatok lefolytatását követően is beépítettük ebbe a stratégiai keretrendszerbe, így a különböző fejezetek foglalkoznak a vizek, a talaj, a biológiai sokféleség, az erdők, emberi egészség, mezőgazdaság, épített környezet, közlekedés, hulladékgazdálkodás, energetikai infrastruktúra, tágabb értelemben vett infrastruktúrával is, a turizmussal, illetve a katasztrófa védelem kérdésével, és mindezeknek egységes célrendszerben való megjelenítését biztosítja.
Az éghajlati sérülékenység vizsgálat háttere és célja tehát, hogy az egyes térségek mennyire veszélyeztetettek az éghajlat változás hatásaival szemben nyilvánvalóvá váljon a szakpolitika és a helyi, lokális döntéshozók számára. A vizsgálatoknak a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer értékelési keretrendszerébe kell beilleszkedniük. A sérülékenység területi vizsgálata keretei között a következő specifikus célok kerültek meghatározásra. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer kidolgozása, fenntartása. Ma már ez is törvényi erőírás, tehát nem csak a stratégiába épül most be, hanem 2012. decemberre óta ez jogszabályi előírás a kormány irányába. A területi sérülékenység vizsgálatokat, a helyi alkalmazkodási stratégiákat megalapozó, az éghajlatváltozás kiváltó okaival, folyamataival, hatásaival és áttételes hatásaival kapcsolatos kutatások támogatása, valamint az ezzel kapcsolatos módszertani háttér, indikátorok és adatbázisok fejlesztése határozza meg. És végezetül csak egyetlen egy ágazatot emelnénk ki, egy olyan dimenziót, amely tulajdonképpen mindannyiunkat érint, az éghajlati sérülékenység területi értékelésébe bevont ágazatok közül, az egészségügyi kockázatokat, és azokon belül is a hőhullámok közegészségügyi kockázatait. Látjuk a narancssárga színekkel, színárnyalatokkal fedett Magyarország térképen, hogy a hőhullám napok száma növekvő tendenciát mutat, térben nagyon jól lehatárolható módon. Elsősorban az ország középső keleti részét érinti, tehát a legkitettebb, fontos, a NATER-ban megvannak a kulcs szavak, gondolom, hogy erről még a mai nap folyamán lesz szó. Tehát a kitettség az nagyon erős ebben az ország részben, de hogyha megnézzük a következő bordós színárnyalatú térképet, ahol az érzékenység kerül bemutatásra, akkor láthatjuk, hogy ez már sokkal mozaikosabb. Tehát az adott területek bár kitettek a hőhullámokkal szemben, de kevésbé érzékenyek, mert olyan természeti környezet társul hozzájuk, amelyek ezt a kitettséget jelentős mértékben tudják csökkenteni. Aztán a következő zöld árnyalatú Magyarország térkép mutatja az alkalmazkodó képességet, amely még mozaikosabbá teszi a képet a kitettséghez viszonyítva, hiszen itt már bejönnek az adott kistérség gazdasági mutatói, társadalmi mutatói, egészségügyi, képzettségi mutatók, foglalkoztatottság, tehát számos olyan paraméter, ami mutatja az alkalmazkodó képességnek az erejét, és ebből tudjuk kiszámolni, az utolsó Magyarország ábra mutatja a hőhullámmal szembeni sérülékenységet, amely aztán már tényleg mozaikos képet mutat, és ez alapján lehet helyi beavatkozási stratégiákat, cselekvési terveket elkészíteni. És ezeket a területi sérülékenységi értékeléseket számos indikátor alapján el lehet végezni, el is végeztük, és nem csak területi dimenzióban, hanem ágazati dimenzióban is, hogy a különböző ágazatok milyen mértékben sérülékenyek, és ezek részét képezik már az éghajlatvédelmi stratégiának. De ahhoz, hogy a Norvég alap által támogatott éghajlatvédelmi projektek teljes egészében kiteljesülhessenek, és kiváló helyi adaptációs megoldások születhessenek, ahhoz már most jó lenne, hogyha a NATER-t teljes szélességben lehetne használni, mert a helyi jó programok alkalmazkodási válaszok megadásához a lehető legnagyobb mértékű, verifikált információra van szükség. Nos hát, tisztelt kollégák, kedves partnerek, én nagy tisztelettel köszönöm meg az elmúlt másfél munka, vagy másfél esztendő közös munkáját, hiszen ki kellett dolgozni először is ezt a megvalósíthatósági tanulmányt, amire rá lehetett építeni a projektet. Köszönjük a bizalmat és a támogatást a norvég fél részéről. Igyekszünk jó együttműködő partnerek lenni, és ugyanerre szeretnénk biztatni mindazokat a kollégákat, akikkel együtt fogunk dolgozni. És végezetül egyetlen egy személyes
gondolatot engedjenek még meg. A fenntarthatóság végtére is egyetlen egy úttal rendelkezik, az pedig a rendszerben való gondolkodásnak az útja, mondhatjuk azt is, hogy a bölcsességnek az útja, a szeretettel együtt. Tehát az igazságosság szempontjainak érvényesítése és érvényesülésével együtt. Ez a kettő kell, hogy meghatározza a gondolkodásmódunkat, mert hogy ez kulturális kérdés, nem gazdasági kérdés, nem csupán jogalkotási, jogszabályozási kérdés, hanem képesek vagyunk-e rendszerben gondolkodni, képesek vagyunk-e elfogadni azt, hogy mindenkinek egyenlő joga van a földi erőforrásokhoz való hozzáféréshez. És hogyha ezzel tisztában vagyunk és ezt elfogadjuk, akkor képesek leszünk a fenntarthatóság felé elmozdulni, és a személyes életünk, meg a kisebb-nagyobb közösségi életünk is akkor nyer értelmet, és csak úgy nyer értelmet, és annyit ér, amennyit a saját személyes erőfeszítéseinkből becserélünk a fenntarthatóság saját mások életminőségének javulása érdekében. És ebből is csak annyit ér, amilyen mértékben szeretet lakozik benne. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.